Nagyot megy a cirkuszművészet itthon, pestiesen szólva, mert hogy Budapest lehet a művészet egyik központja, itt alakult meg ugyanis a Közép-Európai Cirkuszművészeti Egyesület. Fekete Péter rendező, miniszteri biztos van itt velünk. Jó reggelt kívánok! És most már ugye van egy új titulus is, mert hogy ennek a bizonyos új egyesületet is ön vezeti. Vannak olyan előadó művészeti területek, amelyben megkerülhetetlen Magyarország a világon, a komoly zenében, a táncban. Ha évente van egy Oscarunk, akkor lassan a filmben is olyanok vagyunk, amire érdemes odafigyelni a világnak. De vannak olyan művészeti területek, amelyben egyértelmű a vezető szerepünk. A cirkuszművészet hosszú évtizedek során fölépített egy olyan nimbuszt magának a világban, amelyben nem csak Európában, de az egész világon elismerik Magyarországnak a központi vezető szerepét. És az, hogy az európai művészek, az, hogy a közép-európai művészek most egyértelműen kimondták, hogy a mi leendő cirkuszművészeti központunk az ne csak egy magyar nemzeti központ legyen, hanem fogja össze Közép-Európát, szolgálja ki Közép-Európát, az egy nagyon komoly definiálása ennek a korábban is ismert ténynek. Miért lehetünk olyan jók, vagy miért vagyunk azok cirkuszban? Hát ez egyrészt az elmúlt évtizedeknek a munkája, azoknak az artista művészeknek a munkája, akik bejárták a világot, és nagyon komolyan letették a névjegyüket, nem csak a szakmaiságukkal, de a viselkedésmódjukkal, az emberségükkel, a megbízhatóságukkal. Ez hosszú évtizedek alatt épített föl egy ilyen hívókört. De a mostani fiatalok is jönnek haza egymás után, nyerik a fesztiválokat, de az új cirkusz területén Vági Bencéjék, Recirkel-féle csapata hihetetlen hívó szó most már a világon. Tehát ez egy lassú folyamat, talán egy picit szerencsénk is van, hiszen nem építettek a környező országok kőcirkuszt. Gondoljuk végig, hogy München és Bukarest között egyedül nekünk van kőcirkuszunk, a cseheknek, a szlovákoknak, a horvátoknak, csak sátorban utazó cirkusz lehetőségük van, ami ugye limitálja az időbeli lehetőséget, az csak nyáron tud működni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet a különbség mondjuk egy szokásos, megszokott sátoros cirkusz, meg egy kőcirkusz között. Ugye egy kőcirkusz köré egy alkotó munka tud fölépülni. Akkor, amikor egy cirkusz központról álmodunk, akkor azért ott lesz múzeum, ott lesz kutatótár, ott lesz könyvtár, ott lesznek olyan terek, ahova konferenciákra érdemes beülni, ahonnan adatokat lehet lehívni, olyan próbatermek vannak, ahol az év 360 napján lehet produkciókat létrehozni, meg hát egy olyan közösségi lét kell, ahova érdemes eljönni. Budapest ilyen tér. Létrejött tehát ez a közép-európai egyesület, meg is mutatjuk a nézőknek, a csehektől kezdve az olaszokon keresztül a minket körbevevő Románia, Szerbia, Horvátország, szóval mindenki benne van, és ott vagyunk a közepén. Ez jó hír? Hát persze, hát hogyha valamelyik területen, az előadó művészet valamelyik területén mi úgy tudunk területet foglalni, hogy az nem elvesz másoktól, hanem örömöt ad másoknak, hogyha mások mondják azt, hogy igen, köszönjük, hogyha te minket is szolgálsz, köszönjük, hogyha te egy olyan területet fogsz le, amelyikben nekünk nincs elég erőforrásunk, és jöhetünk hozzád tanulni, eszmét cserélni, respektálod a mi művészetünket, hát akkor nyilván az egy pozitív hír. Tehát akkor az együttműködés, ezekkel az országokkal való együttműködés a lényeg ennek a mostani új szerveződésnek? Így van, Európa közepén csak akkor tudunk életbe maradni a mi kultúránkkal, ha respektáljuk a szomszédok kultúráját. Erről szólt az előző két hónapnyi cirkuszi szomszédolás című műsorunk, ahol bizonyítottuk, hogy a szomszédos országoknak a táncművészetét, a jelmezeit, az irodalmát, ezt mind respektáljuk, sőt, beépítjük egy cirkuszi produkcióba, és a cirkuszművészet jól tudja szimbolizálni, hogy egymás elfogadása nélkül, egymástól való tanulás nélkül lehetetlen egymás mellett élni. Mi sokat beszélünk róla, az artistákról, akiket ön is említett, aztán a környező országokban, a szerbeknél, a horvátoknál, hogy mekkora új műfajok születnek, és jönnek, és vendégszerepelnek önöknél, de a nézőknek is meg kellene, vagy föl kellene mérniük, hogy ma már nem csak arról szól a cirkusz, hogy van egy piros sor egy bácsi fején, és nagyon-nagyon nevetnek a gyerekek. Az előadó művészeti ágak egymásra hatnak. Holnap lesz a Színház világnapja. Nagyon jó alkalom, hogy erről beszéljünk, hogy a cirkusz művészet mi mindent vesz át a rokon művészeti ágaktól, a zenétől, a fénytechnikától, a hangtechnikától, a jelmez tervezéstől, a színházban már kitapasztalt és megtanult dolgokat a cirkusz művészet is beépíti. Most indultak el útjukra az utazó cirkuszok. Nekem alkalmam volt egy-két premiéren ott lenni, és láttam, hogy
nagyon méves, nagyon komoly produkciókkal indulnak a magáncirkuszok, tehát jó eséllyel nem csak a budapestiek, és nem csak akik Budapestre a fővárosi nagycirkuszba érkeznek, fognak míves produkciókat látni, hanem Debrecenben, Békéscsabán, Szegeden vagy Szombathelyen az odaérkező utazó cirkuszok is egyre komolyabb, egyre mívesebb produkciókkal állnak a közönség elé. És ez csak most jutott eszembe ránézve erre a térképre, hogy lehet, hogy a cirkusz azért is jó, hát ilyen köztes területe a színháznak, a színházművészetnek, mert hogy nem annyira nyelvhez kötött, mint mondjuk az összes többi műfaj. Ez egy abszolút nonverbális műfaj, a külföldiek is meg tudják nézni, nincs kötve ahhoz, hogy megértem vagy nem értem meg, de a katarzishoz a 3 éves gyereket, a tinédzser gyereket, az anyukát és a nagypapát is egyszerre juttatja el. Ezért nagyon különleges előadó művészeti ág ez, hiszen a családnak mind a 3 generációját egy produkción belül tudja ugyanarra a szintre, ugyanarra az örömhöz juttatni. Fekete Péter, köszönjük. Szép napot.